Július 2-a és augusztus 12-e között immár 8. alkalommal rendezi meg az ország legfiatalabb színháza, a Pannon Várszínház Balatonfüreden a Füred Fest kulturális fesztivált. Ebben az évben 5 estéből áll össze a főszezont átívelő rendezvénysorozat. Itt lesznek az évek óta nagy sikerrel futó musicalek, de 2 friss bemutató is várja majd a közönséget. 5 produkcióval vendégszerepelünk, van 3 olyan előadás, ami évek óta szerepel a programon, hiszen akkor az érdeklődés, hogy idén se hagyhattuk ki. Tehát elsőben azok a produkciók, amik egy egész családot tudnak odaszólítani, a Hotel Mentol, a Padlás és a Dzsungel könyve című musicalek, és a friss előadásaink közül pedig a nagy sikerű Omega, Égi Vándor és az Ének az esőben című produkció jelenik majd meg a szabadtéri színpadon Balatonfüreden. Nincsen különösebb életkori megkötés, de ami mondjuk egészen kisgyermekkortól a nagyszülők korosztályáig alkalmas, az a Dzsungelkönyve, a Padlás és a Hotel Mentol. A Pannon Várszínház 33 előadással járja majd az országot a nyári szezonban. Június 25-én Veszprémben a Sét Filmszínházban előbemutatóként láthatja a közönség Szigligeti Ede Lilionfi című zenés vígjátékát Rossa László zenéjével. Új helyszínként ettől az évtől a felújított sümegi püspöki palota belső udvarán is lesznek előadások. Alsóörsön pedig folytatódik a Strand Színház sorozat. Az Omega Égi Vándorát játszottuk a Harley Davidson Fesztivál keretében 12-én az Alsóörsi Amfiteátrumban, ami egy ideális helyszín, és reméljük, hogy szép jövő előtt áll. És ez a helyszín még egyszer szerepel a nyári programunkban, augusztus 5-én itt egy premiér tartunk, Fenyő Miklós Tasnádi István Made in Hungária című musicaljének az első előadása itt valósul majd meg. A Füred Fest előadásai idén is a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ szabadtéri színpadán lesznek. Jegyek a helyszínen a Vitorlás téri fesztivál pavilonban, valamint a Pannon Várszínház veszprémi jegyirodájában kaphatók, vagy az alábbi e-mail címen interneten is rendelhetők.